Sziasztok, itt az ideje, hogy eldöntsétek, hogyan szeretnétek megküzdeni a Scrolls kulcsért. A szavazás linkje a leírásban. Sziasztok, egypercesek, nem csak vicceltem, daráló. Jó, ez gyenge volt. A mai pálya Ezio 20 alkotása és YouTube Kalamajka a címe. Nagyon rövid a pálya, alapvetően be se került volna. Ha nem csaltam volna, akkor is 10 perc, illetve nem csaltam. Így csalás nélkül is csak 10 perc volt a pálya, szóval alapvetően nem is került volna be, de volt benne pár olyan poén, ami miatt megkockáztatom mégiscsak, hogy bemutatom. Így kezdünk egy ilyen látványos valamiben, alattunk láva és mögöttünk a lényeg, szebb lett volna, hogyha a táblákkal szemben kezdünk. Történet, egy Csabusa nevű videós vagy, és tényleg? Éppen fel akartál tölteni egy videót, amikor észrevetted, hogy valami gond van. Ekkor kaptál egy üzenetet, nem mástól, mint az első pályától. Az áll benne, hogy elfoglalta a YouTube központot. Feladat, állítsd meg az első pályát és állítsd vissza a YouTube rendjét. Fontos, a kő nyomólapok nem csapdák, a történt megértéséhez rá kell állnod az összesre. Haha, most biztosra ment. Ugye volt olyan, hogy kikerültem a nyomólapokat, hiszen ha ki lehet kerülni, akkor miért ne? Simán, teljesen joggal feltételezhetem azt, hogy az csapda. Hogyha már ilyen fontosak ezek a nyomólapok, akkor csináljátok kikerülhetetlenni. Szabályok. Ne csalj, óvakodj Kenny 26-tól. Miért óvakodja Kenny-től? Érezd jól magad, minden be van állítva. Utána egy kis folyosó, azon túl egy elágazolódás, balra trollfészek, jobbra pedig YouTube központ. Érted? Trollfészek és egy barlang. Trollfészek. Egy ajtó, majd megszólal Dancsó Péter. Hé haver! Jó, azt hiszem nem tudok jó Dancsót utánozni. Segíts, kinyitom neked az ajtót, de ide kell vezetned Marilynt, mert nála van a kulcs. Hát a hangját nem tudom utánozni, de még nézhetek ki úgy, mint ő. Sajnos fekete púcim nincs, úgyhogy egy pólót vettem föl, és van itt egy logó. Egy kocsmából van. Alul egy labirintus, jobbra pedig egy láda tele Marilyn csalogatóval. Alul tényleg van egy bárány kikötözve, használhattam volna a lasszót is, de én már csak ilyen rendes oroszlán vagyok és használtam a Marilyn csalogatót. A labirintus végén tényleg ott vár Dancsó Péter, egészen hasonlít rá ez a falusi. A kulcs mellett van a csillámláma hónajszőr, hangszigetelő függöny és kenyér. Ezen a ponton már nagyon idegesített, hogy a slime-ok csattottatják a testüket, úgyhogy beírtam a parancsot. És ekkor jutott eszembe, hogy 1.7-ben vagyok, és itt még nincsen elszelektor, úgyhogy csak magamat nyírtam ki. Egy teljesen másik helyen élettem újjá, mintha olyasmit olvastam volna az elején, hogy minden be van állítva, nem tudom, minden ködbe vész. Hamar visszataláltam, kicsi a pálya. Az ajtó mögött van egy nyomólap, ami elteleportál egy kis terembe, itt van egy láda, bázisugró katica bogár felszereléssel. Gyönyörű katica oroszlán vagyok. Közben a chat is összepiszkítódott, első pálya beszól, most aztán biztos nem fogsz tudni elkapni. Just Midman is beszáll, hát az ő hangját meg se próbálom utánozni. Haver, itt valami nagy baj van, használd a bázisugró katica bogár ruháit, hogy lejuss. Mi a francot csinálok? Van még itt könyv, meg papírokon idézet, bort küldjön Kend, mert uraim a víztől mind lebetegednek. Widman 3954. A könyv a Tom Sawyer. Hé, Tom! Semmi válasz. Hol csadangol ez a gyerek? Tom a kocsmában vedel. Vége. A többi rád van bízva. Már készültem leugrani, amikor Káposzta beszólt. Csabusa, menj a fejedhez, a nagyhoz. Nincs is nagy fejem. Ott táborozik az első pálya. Siess, mielőtt még véglegesen megsimisíti a YouTube-ot. Á, úgy tűnik, mondom én, itt a csatornám, vagyis ami maradt belőle. Most kérdezhetnétek, hogy ez hogy a kaktuszban jön ide. A valóság az, hogy a nyomólapokat valami aktivált, ezeknek a szövegeknek később kell jönnie, ezért érdemes gombra írni az ilyen történeteket, meg párbeszédeket. Plac! Nyomólap! Á, úgy tűnik itt a csatornám, vagyis ami maradt belőle. Aztán Káposzta, Csabusa, siess, menj a fejedhez, a szép és okos fejedhez. Ott táborozik az első pálya, siess, mielőtt még véglegesen megsemmisít a YouTube-ot.
Valahogy visszajöttek a cuppogok, úgyhogy megint békésre állítottam a nehézséget. Egy nagy, díszített és behatárolhatatlan helyen vagyunk, Csabus a kedvence a lebegő blokkok. Úgy szeretlek. Van itt egy kis homokkő barlang, ami buckalakó. De a leglátványosabb építmény a középen lévő claptrap. Fölötte pedig a fejem nagyított mása. Egy kis ugrálás után tábla, Csabus a másik kedvence a létrák. Jó napot, lehet egyetlen emberre szőnyegbombázást rendelni? Nem fogom végigmutatni az ugrálást, nem valami érdekes, viszont ezt a részt megmutatom, mert sikerült megcsinálnom úgy, hogy nem vagyok béna parkúros. Kicsivel arrébb egy gomb Kenry 26 felirattal, mellette van egy vödör víz, gondolom azért, hogy azt higgyem, hogy ez majd vizet fog lerakni, haha, ahhoz korábban kell felkelni, de azért kíváncsiságból megnyomtam. És elteleportál. Én azt gondoltam, hogy meg fog ölni, és mivel oda van beállítva a spawn point, ezért majd kacagunk egy jót, ha-ha-ha, szép próbálkozás, de elteleportált, úgyhogy meglepett. Mikor a Claptrap fejéhez érek, akkor veszem észre, Claptrap, hát ő meg mit keres itt? És még több kedvenc válogatás Csabusától. Ami ugye még több parkurt jelent. Kölcsönkérem anyutól a tankot. Ezután van egy ilyen majdnem lehetetlen létrás rész, de ez nekem meg se kottyant. A fejem tetején van egy lyuk, lent nyomólap, teleport, első pálya, hát eljutottál idáig? Se baj. Nem győzhetsz le, mert legyengítettem az atom übertáp sétapálcádat. Ha bemegyünk, megjelenik egy malac és kapunk egy botot, ami tényleg egy legyengített atom übertáp sétapálca. Ne. Egy számítógépekkel teli teremben vagyunk, illetve gondolom ezek számítógépek. A malac egyébként az első pálya földi alakja. Az egyik gépnél van egy kar, ami elteleportál. Gratulálok, hogy végigjátszottad a pályát. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályát. Szívesen, hogy végigjátszottam a pályát. A pályát készítette Ezio 20. Közreműködött Machte 007, külön köszönet Just Widman, Dancsó Péter és Csabusa. Mögöttem pár virág, de ez nem érdekes. Mivel rövid volt a pálya, ezért a mérleg is rövid lesz. Ami tetszett benne, az a humor, voltak benne jó poénok. Amik nem tetszettek, egyrészt, hogy nyomólapok aktiválták a szövegeket. Ez így önmagában nem feltétlenül rossz, de nem ügyelt arra, hogy más ne tudja aktiválni. Ami ugye ki is jött. Aztán a parkour, mondjuk ezt félig a humorhoz írhatjuk, tehát ugye poénból volt ez a parkour rész, de én egy kicsit túl soknak tartottam. Mondjuk még az is elfogadható, de akkor valami átugrásgomb. Tehát ha csak poénból rakom oda, akkor valami átugrásgomb kellett volna. Tehát ez így nekem esélytelen volt. Szóval ez volt a YouTube kalamajka, a kézikönyv óvjon.